A bolygónknak szüksége van a felfrissülésre, a gyógyulásra. Ezek talán közhelyesnek tűnő szavak, de tényleg így van. Ezért ennek elérése érdekében pedig mi egyénileg is tehetünk, de szerencsére vannak olyan szakemberek, akik nagyban gondolkodnak. Ilyen Tom Szek is, a magyar származású amerikai üzletember, aki a szemét újrahasznosításában, sőt, most már a hulladék újra felhasználásában látja a megoldást. Erről pedig Tom Szeki exkluzív interjúban beszélt a Grindexnek itt a jövő időben. Tom, először is nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Először is a magyarság, a magyarságod az mit jelent számodra? Nyilván Magyarországon születtem, és mindig úgy éreztem, hogy egy magyar ember vagyok, és élek Kanadában, és most USA-ban. Nem úgy érzem, mint egy amerikai ember vagyok, de most Amerikában éltem a már 20 évet, és most 38 vagyok. Tom Szeki 1982-ben született Budapesten, 5 éves korában költöztek Kanadába, egyetemi diplomáját pedig már az USA-ban a Princetonon szerezte. 2001-ben alapította meg a TerraCycle nevű cégét, ami a hulladékok gyűjtésével és újrafelhasználásával foglalkozik. Szemétből állítanak elő új termékeket. Így a rágógumi, a PET-palack, a cigarettacsik, vagy a használt pelenka és a vízipiszta is új formát ölthet. A TerraCycle hiszi, hogy a körforgásos gazdaságban mindenféle hulladék újra hasznosítható. Tom célja az emberek által termelt hulladék radikális csökkentése. Szerinte az újrahasznosítást üzleti alapokra kell helyezni ahhoz, hogy a nagyobb cégek is belemenjenek a játékba, amelybe már a Coca-Cola, a Procter & Gamble, a Nestlé vagy a Veolia is partnerei. Most kinyitottunk egy irodát már 5-6 éve Budapesten, és a harmadik legnagyobb irodánk a világon, és nagyon tetszik itt érezni, hogy milyen az, hogy valaki magyar. Nekem az a kulturális ötletek, azok vannak nálam, és ez nagyon segített, hogy gondolkozok a üzemre, és hogy építsük a céget. Szóval nekem ez egy ilyen fontos kinézés, ahogy látom a világot, és nagyon segített, azt hiszem. Milyennek láttad a 2020-at? Hát ugye a Covid járvány az elkerülhetetlen. Hogyan érintette a te területedet, és maga az egész fenntarthatósági törekvéseket szerinted a Covid hogyan befolyásolta? Hát ebben van pozitív és negatív, de azt hiszem, hogy több pozitív, mint negatív. A negatív az igaziból 30%-kal több szemétet gyártsunk, amikor van a Covid. És a feldolgozásrendszerek, amik ott vannak, hogy lehessen ezeket feldolgozni, elég soknak nagyon nehéz volt csinálni a feldolgozást, amikor van a Covid, mert kell embereknek kézzel hozzányúlni a szeméthez, az nehéz, és nagyon lement a ára olajnak, ami nem jó a műanyagároknak, szóval nehéz volt. De mi a pozitív, hogy emberek most nagyon látják, egész világon látják, hogy mi okozunk kárt a világon. A 2020 volt az első év a világon, hogy a szén-dioxid gyártás lemet. 100 évig mindig felment, de 2020-ba lement. Mi láttuk, hogy a sok országokban, mint Indiában vagy Párizsban, hogy mennyi ilyen pollution van a levegőben, az is lement. Állatok kezdtek jönni, ahol nem láttunk állatokat. És emberek, amikor látjuk az összes ilyen népet a világon, hogy emberek most nagyon sokkal szeretnek gondolkozni, az, hogy mit csinálunk, hogy ne legyen több kár a világnak, és ez nagyon segít cégeket, mint nekünk. Több befektető akar befektetni, több cég akar dolgozni ezeken a topikokon. Tehát akkor ugye ti jelenleg, ha jól tudom, 40 országban vagytok jelen a TerraCycle-lel, de hogy akkor, ahogy mondod, akkor egyre több ország, egyre több vállalat akar az általad képviselt gondolatiságba csatlakozni, és ez mind a fejlődő, mind a fejlett országokra érvényes? Igen, mind a kettő. Itt a különbség az, ahol van picit több pénz, ott több befektetés jön, ott lehet több nagyobb szisztémákat összetenni. De 2020-ban kinyitottuk a TerraCycle Thailandbe és Indiába, és mi látjuk, és lesz több ilyen is országok, ahol ott tipikusan van kevesebb pénz,
de több szemét gond. Nincs szemét kukan, nincs ilyen recycling bin, és emberek csak leteszik a utcán, és akkor jön a eső, és az elmossa a folyóba, és akkor bemegy a tengerbe. Szóval, mint Thailandben most azt csináljuk, hogy van ilyen masinák, amit mi beteszünk a folyókba, hogy az összes hulladék azt fel tudjuk gyűjteni, és ne menjen be a tengerbe, és elég nagy mennyiséggel történik ez. Ugye most is a TerraCycle terjedéséről, Tájföldön való működéséről beszéltél, de hogyha jól emlékszem, akkor a CNN-nek nyilatkoztat korábban, hogy az újrahasznosítás, ami a TerraCycle-nek a fő profilja, az egy veszteséges iparág. Hogy ezt még tartod? Itt az a baj a feldolgozással, ami nem baj, hanem az a igaz a feldolgozással, hogy tipikusan a szemétcégek azt dolgoznak fel, azt gyűjtik és dolgoznak fel, ahol lehet haszont csinálni. 80%-a összes cucc a világon van több költség a gyűjtésbe és a feldolgozásba, mint amire el lehet adni azt a anyagot, amit feldolgozta. És ez az egész probléma, és ez kezd rosszabb lenni, mert az olaj árak azok mennek le, és nem lehet most eladni Kínába azt a műanyagokat, szóval van elég sok probléma. És a TerraCycle ezen úgy dolgozik, hogy kapunk pénzt a márkáktól, akik csinálják ezt a cuccot, mint a Procter & Gamble, vagy a Nestle, ilyenféle cégektől, vagy a boltok, akik eladják, mint a Tesco, vagy a Carrefour, és lehet más, mint a államokból is, és abból a pénzből tudjuk pörgetni ilyen országi gyűjtés és feldolgozás rendszereket. De ugye akkor itt jön a képbe a másik történet, a loop, amiről akkor majd beszéljünk, amire már 2017-ben ugye Davosban tettél célzásokat, akkor még egy ilyen félkész ötletként jellemezted, amit azóta már kidolgoztál. Ez lehet az igazi megoldás? Vagy pedig a loopnak és a loop által képviselt szellemiségnek a TerraCycle-vel együtt kell működnie? Nézd, hogyha a loop az nagyon működik, és azt hiszem, hogy fog működni most már Angliába, Franciaországba, USA-ba, és két hete Kanadában nyitottuk ki, a végén márciusban Japánba fog kinyitni, és még jön a Németország és a Ausztrália ebbe a évbe, szóval kezd nagyon gyorsan menni, és már van több mint száz óriási ilyen gyártócég, mint a Unilever vagy a Procter & Gamble, aki bekapcsolta, a Nestlé és a Procter & Gamble, amik be is fektetett pénzt bele, és 15 nagy előadó, ilyen nagy boltok, mint a Tesco most nagyon segít. És hogyha újra ilyen reuse az működik, amit próbálja a loop, ahol nem kell ledarálni a palackokat és újra olvasztani, hanem csak kimosni és újra tölteni, akkor nem kell a recycling, a feldolgozás. És szóval, ha a loop az nagyon működik, akkor a TerraCycle az elmenne, és nem is lenne a lényeg. Azt hiszem, hogy nézd, a végén mind a kettőnek fog lenni lényege a én életemben. Néhány mondatban elmondanád azoknak a nézőknek, akik mondjuk a loop még nem találkoztak, hogy mi is egészen pontosan? Tehát miről szól ez az ötlet, ez a szolgáltatás? Igen, szóval a loop az egy platform, nem tudom magyarul ezt a szót, de egy ilyen, olyan, mint egy operating system. És ez szóval mi nem gyártunk semmit, nem adunk el semmit, hanem van egy, kezdjük egy céggel, mondjuk azt a Nestlé, aki csinál fagyit. Most egy olyan csomagolásba teszik, amilyen papír, és amikor vége van, akkor nem is lehet feldolgozni. Szóval jönnek a loophoz, és akkor gyártanak egy olyanféle csomagolást, mondjuk azt, hogy fémből csinálják, amit lehet újra használni, újra és újra és újra. Szóval ők csinálnak egy palackot a fagyira, ami ilyen reusable. Utána ők eladják, igen, utána ők eladják egy boltba, és a bolt az kiteszi, és akkor lehet mindegy fogyasztó, hogy jövünk és megvesszük, és amikor megvesszük a fagyit, akkor fizetünk mondjuk azt, hogy $5 a fagyinak, amennyi a fagyinak a ára, de teszünk rá egy depositet, egy ilyen pénzt, amit mi majd visszakapunk, amikor visszahozzuk. És akkor mi használjuk, felmegy, hogy milyen szép a csomagolás, lehet, hogy a fagyi nem fog olvasztani olyan gyorsan, lehet, hogy jobb lesz a íze, nem csak az, hogy jobb a világnak, a környezetnek, de magunknak is jobb. Utána, amikor befejeztük a fagyit, akkor nem kell is a boltba visszamenni, lehet olyan boltba visszamenni, ami már bekapcsolta a loopot, szóval mind a McDonald's az most egy partner a loopnak, vagy a Burger King, szóval lehet megvenni a Tesco-ba és visszavinni a McDonald's-hoz, és utána beteszed egy loop kukába, mi visszaadjuk neked azt a depositot,
és utána a loopnak a funkciója, hogy mi felvesszük azt a csomagolást, szortírozzuk, nagyon szépen mossuk, és utána visszamegy a cégnek, és akkor újra tölti fagyival, és eladják újra. És akkor nem lesz szemét. Nagyon sok óriási vállalat csatlakozott hozzátok, de mi emberek hogyan viszonyulunk ehhez a szolgáltatáshoz? Nem vagyunk nagyon kényelmesek? Hogy bemegyünk, megvesszük, megesszük, kidobjuk, nem foglalkozunk vele. Igen, és ebben nagyon nehéz ezt változtatni, és mi nem akarjuk változtatni. Mert ez az a nagyon nehéz dolog a környezetvédelmésben, hogy mi azt, nagyon sok cég azt próbálja csinálni, hogy hogy lehet változtatni az embernek ebbe a kérdésbe. És mi azt hiszük, hogy ez nagyon nehéz, és nincs idő rá. Szóval nekünk az a ötlet a loop-ba, hogy nem akarjuk azt, hogy neked ki kell mosni azt a palackot, vagy vinni egy boltba, és magadnak újra tölteni, és ilyen példák léteznek, hanem hogy az legyen az érzés neked, hogy kidobod. Megveszed és kidobod. De nem dobod egy ilyen olyan kukába, ami elmegy egy szemétdomba, hanem egy loop kukába dobod be, ahol a végén az jön hozzánk. Említetted ugye, hogy a világon a harmadik legnagyobb irodátok itt Budapesten található. Igen. És létrejött egy újabb megállapodás, vagy együttműködés ugye a Hybrid Cycle-lel, a TerraCycle és között, hogy ez az együttműködés pontosan miben mutatkozik meg, és akkor itt a TerraCycle, vagy pedig a Loop által képviselt szolgáltatásokat fogja majd a Hybrid Cycle képviselni. Tehát, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban? Igen, nekünk ez nagyon tetszik ez a kapcsolat a Hybrid Cycle-on, mert a Hybrid Cycle nagyon gondolkozik, és már évekig gondolkoztak, hogy lehet szemetet feldolgozni, hogy lehet új ötleteket hozni a szeméthez, és nagyon ugyanabból a filozófiából gondolkozunk. Most kezdjük a TerraCycle-el, lehet, hogy később a Loop-bal is lehet csinálni, de most a TerraCycle-el fogjuk kezdeni, hogy ők segítik, hogy futsák a TerraCycle ötletet és a módszert Magyarországon. És már kezdenek példák jönni, és még fog több is jönni. Szóval akkor most a magyar nép nem csak az, hogy lesz a TerraCycle-nak a irodája ott Budapesten, hanem lehet gyűjteni és feldolgozni olyan szemetet, amit nem lehet múltkor feldolgozni. És ezt csak úgy tudtuk csinálni, hogy a Hybrid Cycle jött és kapcsolatot csináltunk együtt, és így lehet ezt a lehetőséget most hozni Magyarországra. A Hybrid Cycle a TerraCycle regionális licenszét és szakmai támogatását élvezi. A Magyar Fenntarthatósági Ügynökség a hulladékgyűjtés és újrahasznosítás mellett a kutatásfejlesztésre, a termékfejlesztésre, az edukációra, valamint a művészeti projektekre is nagy hangsúlyt fektet. A Hybrid Cycle számára fontos a design gondolkodás. Céljuk, hogy olyan ipari design termékek szülessenek, amik jól szemléltetik a hulladék újrahasznosítási lehetőségeit. De kiemelt prioritás a fenntartható fejlődés témája is, amelyet a Trash Art az újrahasznosítás művészetének támogatása tesz lehetővé. Ugye a Grindex egy fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó online felület. Mit üzensz, mit üzennél az olvasóinak, a nézőinek? Egy dolgot üzennék, hogy a legfontosabb ilyen stakeholder, hogy az egész kérdésbe a környezetvédelmezésbe, az magunk. Mert amikor mi vásárolunk és veszünk dolgokat, az egy javaslás, hogy milyen lesz a világ holnap. És amit veszünk, több lesz holnap abból. Amit nem veszünk, abból kevesebb lesz holnap. És ez nagyon fontos erről gondolkozni, amikor vásárolunk, mert így tudjuk változtatni a világot, mint egyéni ember. És a cégek, azok azt nagyon figyelik. És amit veszünk, többet gyártanak, és amit nem veszünk, kevesebbet gyártanak. És ez egy nagyon fontos dolog, és ez nyitni kell a szemünket, hogy mennyi lehetőség van, ahogy változtatjuk, hogy mit vásárolunk. Tom, nagyon szépen köszönöm, nagyon inspiráló veled beszélgetni, és amúgy az, hogy annyira lelkes vagy, tehát ilyen gyermeki csillogással, nem tudom, beszélsz erről az egészről. Tehát én azt gondolom, hogy valamennyi Grindex olvasó és néző nevében hálás lehetek, és köszönöm tényleg, hogy időt szakítottál ránk, és akkor bízom benne, hogy hamarosan találkozunk majd itt Magyarországon, amikor egy kicsit kinyíl újra a világ. Köszönöm szépen, Tom, hogy itt voltál. Szia! Köszönöm szépen. Szia! Köszi. Ahogy tehát Tomtól hallhattuk, érdemes nagyban gondolkodni, de természetesen fontos, hogy egyénileg is tegyünk az ügy érdekében, és akkor mind a mikrokörnyezetünknek, mind pedig a bolygónak jobb lesz.
Ha pedig további érdekes információra éhezel, akkor keresd és olvasd a Grindexet.